A sértett híradónknak elmondta, a kutya szinte a család tagja volt. Napokon át igyekeztek minden ellátást és orvosi segítséget megadni, ám a kutya elpusztult. A legnagyobb ijegységet az okozta a család számára, hogy egy pici gyermek is ott volt a kutya közelében a lövéskor. Úgy tudjuk, sosem voltak haragban ezzel a szomszéddal, és az utca minden lakójával jó kapcsolatban állnak. Ezért sem értik, miért történt mindez. Először ismeretlen tettes ellen folyt a nyomozás, ma viszont a sértettek megnevezték a férfit, akit a lövéssel gyanúsítanak. Az állatkínzás vétsége gyanúja miatt folyik az eljárás a Cegléd-i rendőrkapitányságon. A mai napon kerül sor a sértettnek a kihallgatására, aki a kutya volt, és a beszedett adataink alapján sikerült megállapítani a bűncselekménye gyanúsított személynek a kilétét, úgyhogy a kollégáim a mai napon egy főt előállítottak, illetve háztudás keretén belül lefoglásra került egy darab Slavia típusú légpuska és pár darab lövedék, aminek majd a szakértői vizsgálatát a nyomozás során végrehajtatjuk. A férfi tehát ma hallgatták ki, a nyomozás az ott elhangzottak alapján folytatódik.